És újra itt vagyunk! Folytatjuk Jimbo kalandjait New Vegasban, illetve New Vegastól jó pár kilométerre lévő föld alatti nagyon barátságtalan és nagyon félelmetes alagútrendszerben, ahol Jimbo annyira bedelsz, hogy még itt is napszemüveget hord a föld alatt egy barlangban. Hát, egy több kérdésem. Az biztos, hogy Jimbo egyébként úgy tűnik, hogy csak azt hiszi magáról, hogy egy atrözt, de sorozatos kudarcai a terminálok előtt nem nagyon támasztják alá ezt a nem jó, szóval ezt a tulajdonságát. Az biztos, hogy nem nincs kedvem megint hülye patkányokkal foglalkozni, ha nem muszáj. Úgyhogy elővesszük a nagy ágyút szó szerint. Hogyha még vannak. De ezek sosem egyedül vannak, úgyhogy gyanítom, hogy lesznek még. Oh no. Oh no, no. Nem lehet eltalálni ezeket az állatokat. Na, ezt kerestem. Jó, jól kezdődik. Óriás patkányok, megint meg minden. Úgyhogy... Hogy állunk alvással? Egész jó, hiszen az előző részben aludtunk. Elfogyott a doktor bag. Egyik kezünk törött még. Ami sokkal nagyobb baj, hogy itt egy rengeteg... Itt egy darab rengeteg patkány volt. Úgyhogy... Elveszik a... A gépfegyverünket. Hát, ha ez kell a győzelemhez, és úgy tűnik egyelőre, hogy beválik. Nem nagyon halk, de hatékony. És most erre van szükség. Megint lehet, hogy tök fölösleges, hogy jövünk le erre. Oh no. Oh no. Utállak benneteket! Utállak! Nem úszunk. Nem azért, mert nem tud Jimbo, csak nincs kedve. Meg úgy hát nagyon egészséges radioaktív vízben úszkálni. Én remélem, hogy van jelentőség annak, hogy erre jövünk, mert... Elég sok erőforrásunkba kerül. Detected. Itt vagyok. Más egyéb. Egy halom XP. És level up! Ilyen! 50-es science, hogy az average terminálokon is el tudja bukni gyorsan. És növelnünk kéne elég sok mindent. Például a sneaket, legalább 35-ig, azt már majd folytatjuk. És a többit a gunsra. Egyelőre. Giant red meat. Remek, pont erre volt szüksége. Mindegy, elvisszük, ha már ennyi mindent beleáldoztam. Azért nem kevés lőszert elszórtam itt. Te ki vagy? Hogy ki voltál? Mindegy, nem akarom tudni. Valami hasznos dolog. 10 mis pisztoly, 10 mis round, amiből most lőttem el, vagy 3 tárnyit, de mindegy. Sonnan tudjátok, hogy nem ez volt az a, hogy is hívják, ember? Baxter, nem ez volt Baxter. Ez bárki lehetett volna. Ennyi erővel.
Már az anyja se ismerné föl szó szerint. Elvileg ez easy, úgyhogy... Kéne tudunk nyitni. Ó, handloados. Ez nagyon jó. Olyan ellenfelek ellen, aminek nincsen armorja persze. Ennyi. Antivenomnak lehet haszna, csak nem most. Ennyi. Akkor ezek szerint itt se volt Baxter nevű srác. Elviszem a sört, én ezt már nem bírom nélküle. A nap megöl. Akkor lehet, hogy egy gól volt. Nem vagyok benne biztos. Én nem tudom, hogy mindent átnéztem, elég alapos voltam, úgyhogy... Hát menjünk tovább. Lőszerből szarul állunk most már. Konkrétan, de... Hát, lesz ez még így se. Megnéztük már mindent itt a föld alatt. Nem hiszem, hogy pont a harmadik helyen lesz ez Baxter nevű csávó. Erre nem voltunk még. Erre meg víz van, akkor arra meg nem is megyünk. El van törve az egyik karom, meg minden, úgyhogy nem is nagyon van kedvem tovább itt lemaradni, hogy teljesen őszinte legyek, de az azért most már csak meg kéne csinálni, hogy mindent megnézek, hogyha már egyszer lejöttem. Csak hogy ne kelljen visszajönnöm többször, mert egy icipicit azért nem érzem jól magam itt lenne. Hogy őszinte legyek. Icipicit kellemetlen. Ez a hely. És a legkevésbé sem barátságos. Ja, erre még nem voltam. Oké. Okay. De ha erre lesz, én nagyon-nagyon ideges leszek, de... Sokkal inkább ideges leszek, hogyha erre sem. Úgyhogy... Inkább legyen erre. Még az is jobb, annál, mint hogy a harmadik helyre is le kell mennem. Ez itt víz, ugye? Ja, ez itt. Ez itt az. Úgyhogy nincs itt len a barátunk. Vagy nem barátunk, tök mindegy, a lényeg az, hogy nincs itt az, akit keresünk, úgyhogy a harmadik helyen lesz, ami... Hát most már nem tudom, hol van, de majd mindjárt megnézzük a questlogban, és... Úgy tűnik, még egy darabig nem fogunk viszkizni. Viszont... Most már tényleg csak egy helyen lehet. Ha bármi is vigasztal, az csak ez lehet, ezek után. Lehetséges, hogy el kéne mennem a Dokihoz. Még előtte. Mielőtt a harmadik helyet is meglátogatom, mert most már, mint mondom, szinte biztosan ott lesz a... az emberünk. A cave-ben nincs, a sewers-ben nincs. Akkor a harmadik hely... Devil's Gullet. Oké, jöjjünk el Frankie-ig, innen azért közelebb van. Nem nagyon szoktam fast travel-t használni, de hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon érdekel már, hogy hol van ez a csávó, és... És tényleg... Nem szeretnék több időt húzni vele, mert... Hát most már a fene tudja, de... Túl sok időt nyüztöltem ebbe a Baxter nevű... törvényen kívül, akit az NCR kutat, vagy aki után az NCR kutat. Nem
sok esélye volt, hogy eltalálom innen. Azért egy próbát megért, volt a jó ég. Lehetséges lenne, hogy jobb lenne, hogyha csak szépen csendben sunyognék tovább, és nem nagyon hívná fel magamra a figyelmet. Hát ezek után, hogy óriás gekkók és óriás patkányok is pillanatok alatt elintéztek, most már a farkasok... Farkasokban egyáltalán nem bízom, hogy legtudom őket győzni, mindenféle nehézség nélkül. Egy csomó farkas. Amennyire lehet, kikerülöm őket. Biztos, ami biztos. Ide jövünk, vagy hova? Most hogy tudok ide lemászni? Ha ide jöttünk. Pedig ide. Hát ha most már itt sincs, akkor... Én feladom, nem tudom hol lehet. Ott kellett volna lejönni, oké. Az biztos, hogy... Vagy én tényleg megpróbáltam mindent. Az... Annak érdekében, hogy megtaláljam a... barátunkat. Vagy ami marad belőle. Az micsoda? Valami különleges kupak. Na, nem áll. Nem áll. Megint barlang? Ó, anyám. Hát jó, legyen. Most már kettőn túl vagyok, a harmadik nem lehet olyan nagyon borzasztó. Legalábbis nagyon remélem. Ó, nem. Ó, büdös francba. Hogy nem lehet olyan nagyon borzasztó. Gekkók. Régi ismerősök. Most azért így már könnyebb volt, hogy tudtam, hogy mi van és hol keressem őket. Jó, eltörte az egyik lábam, remek, és nincs nám doctor's bag. Most komoly. Kérlek. Itt hatalmas nagyon lenne sugárzás, legalábbis azt vettem észre, úgyhogy lehet, hogy nem kéne túl sokáig időznem. Lehet, hogy itt lesz az egyik nagyobb gekko a másik küldetéshez, legalább valamit csináljunk már, mert most már nagyon régóta nem csak semmit. Nem találtam-e? Ja, az nem túl jó. Törött kézzel, törött lábbal. Nem a legegyszerűbb dolog célozni. 0% mindenre. Kösz. Sokat segít a vac már megint. És eltaláltam, vérzett. Csak amikor a shotgun nem igazán hatékony ilyen távolságban. Megi hátba lőttem. Most meg is halt. No, ne teleportálgass ide-oda, légy szíves. Amikor ilyen drága a lőszer, teleportálgatós gekkókat kéne megölnem vele. Akik belebagoltak a földbe.
mindegy. Megoldottuk. Körülbelül... Ó, level up már megint, király. Szóval körülbelül 5 centiről sikerült fejbe lőnöm. Igazi hős vagyok, úgy érzem. Szerintem egyébként a medicinnel is foglalkozni kéne. Hiszen mégiscsak hardcore módon játszom. Ez is nagyon jó. Ez is nagyon jó, pont, és pont van shotgunom. Ez annyira nem. Fortune Finder. Ez is egész jó. Ó, 5%-kal több sebzés, és ráadásul ez egy vicces perk. Ez jó lesz. Mindenki élvezni fogja, remélem, és mindenki 18 év fölött van, remélem. Ha mind a kettő teljesül majd ennél a perknél, úgy érzem. Illetve hát a másodiknak adottnak kéne lenni alapból. Egy Falloutnál, aminek a borítóján is elég látványosan ott van a 18-as piros karika. Kérlek, legyél Baxter. Én rájöttem, hogy ő nem az. Single shotgun. Ez egy NCR trooper, az biztos, hogy nem... Nem az, amit mi keresünk. Az NCR felszerelést érdemes lenne azért fölvenni, hogy el tudjak vegyülni az NCR között. Vagyis hát az NCR emberek között. A probléma vele az, hogy... Nem igazán van hely a táskámban, és ez a Wasteland Settler outfit is elég érdekel. Plusz egy agility, plusz egy endurance, az fontos és hasznos, de... Megpróbálom ezt elvinni egyelőre, és... Kidobni valami mást helyette, vagy éppen mondjuk az egyik 10 millis pisztolya feljavítani a másikat. Esetleg. Már is elég sokat segítette a dolgunkon. Ezekből egyiket sem tudom feljavítani. Legalábbis egymással nem. Átadjuk a healing powdert. Oh no. Ja, az egy óriás gekkó lesz. A második a háromból. Laba, igen. Ami érdekes, mert ez megint egy másik küldés, nem az, amit én szeretnék csinálni. Azt hittem, hogy nem tud onnan kijönni. Kicsit meglepett, amikor elkezdett rohangálni felém. Meghalt, az a lényeg. Ó, 9 millis pisztolyos távcső. Hát csak az a kérdés, van-e nálam 9 millis pisztoly? Nézzük meg! 10 millis... Nincs 9 millis pisztolyom. Ezekhez kéne legyen módom a Desert Eagle-höz. Bizony. Bizony. Explosives. Ez is nagyszerű. Okay. Azért találtunk itt ezt-azt. Mindig morog egy gecko valahol. Average, azt nem fogjuk tudni kinyitni. Valami zene is szól valahol.
Use Dynamite, ezeket elvisszük. Ó, nem állt, tele vagyok. Ja, az NCR cucc miatt, úgyhogy lehetséges, hogy megszabadulunk egyelőre tőle, aztán majd megpróbálunk valonnan máshonnan szerezni. Ez a szemüveg, ez egyszerű. Itt lesz egy halomgekkó. Ha hiányoltuk volna őket. Mert... Volt 40? Mi a lószat keresünk, mi a Volt 40-ben? Ez egy óriás gekkó, vagy ez csak egy sima? Ez egy sima volt valószínűleg. Vagytok még? Jó. Nézzük, mit tud a terminál. Nézzük, fel tudjuk-e törni egyáltalán. Oké. Okay. Három rendben van, akkor fel. Easy. Ennek egy levelet, levél volt csak benne, és kaptunk egy map markert hozzá. Úgyhogy bele is olvasok a levélbe mégiscsak, nem nagyon volt terben. Jó, akkor máshogy. Az északi szektor megérkezett, nincsenek meg megfelelő erőforrásaink, hogy ezt a csatát, hogy ebben a csatában tovább kitartsunk. Minden adatot és felszerelést meg kell semmisíteni, amit nem tudtok magatokkal cipelni, és menjetek vissza a hálókörletekbe. Volt 40 túl fogja élni. Tehát a hálókörletekben lesz az összes felszerelés, ergo ezt jelenti. Úgyhogy mégis csak hasznos volt elolvasni. Ez biztos nagyon jól néz ki, egyébként. Na, tudjátok mit? Egy darab carry weight-et el tudunk viselni. Nem tudom, hogy kerültünk ide. Nem is nagyon kéne itt lennünk szerintem. Volt 40, mint egy kicsit későbbi program lenne. Hiszen Jimbo csak most kezdte a pályafutását. Úgyhogy... Minden bizonnyal egy picit túl korán érkeztünk, de most már Jimbo nem fog megfutamodni. Nem ilyen fából faragták őt. Úr, imádom ezt a zenét. Szóval... Most már valahogy megoldjuk, hogy a fene egye meg. És mégiscsak egy halom nagyra nőtt gyíkról van szó. Lőszer. Oké. Okay. Tám ezeket az ajokat. Arra kell tovább menni? Nem erre kell tovább menni. Nem tudom, hogy merre kell tovább menni, hogy őszinte legyek, de az biztos, hogy... MK2 lézerpisztol, király. Biztos, hogy egy percnél sem maradok itt tovább, mint szükséges, úgyhogy... Hamarosan lelépek, de ezért...
kétszer is meg kéne bizonyosodni arról, hogy mindent elviszünk, ami hasznos, és nem vagyunk itt semmit, ha már egyszer ide leküzdöttem magam. Lehet, hogy már korábban ki kellett volna kapcsolom, mert a jogvédők megint nagy vérzést fognak kapni, de... tudjátok, mint nem érdekel. Nézzük csak azt a local mapet. A Mojave Wastelandbe egy kijárat. Ahonnan jöttünk, gondolom, csak az az egy van. Hát egy még... de... ennyi. Ennyi volt a Vault 40-ben. Tényleg az égvilágon semmire nem lehet menni. Tovább, és... megint csak nincs itt az a fickó, akit keresünk. Úgyhogy nem tudom, hogy jól lehet. Megnéztem mind a három helyet, ahova küldött a... az NCR-os nő, úgyhogy lehet, hogy elnapoljuk ezt a küldetést. És inkább megyünk Ringóhoz a benzinkútba tárgyalni. Ami a fene baj van azokkal a idióta power gangerekkel és... ha ez megtörtént, akkor valószínűleg némi összetűzésbe fogunk kerülni a... ezzel a csapattal, vagy ezzel a bandával, és hogyha az is megtörténik, akkor talán itt lesz végre az ideje annak, hogy... hogy elhagyjuk Good Springet és a környékét. Nem, mint hogyha nem lenne szimpatikus, bár mondjuk ezt a részét kevésbé szeretem. Felszín az nagyon hangulatos. Viszont nem kevésbé veszélyes amúgy. Mielőtt téves biztonságérzetbe ringatnák magunkat ott fent. És a legkisebb baj a farkasok egyébként, amivel találkoztunk kint eddig. Jó, itt sincs Baxter. Én feladom. Nem tudom, hogy hol van. Az biztos, hogy kénytelen leszek fast travel-vel tovább menni. A törött láb, meg minden egyéb, azt hiszem kellően indok. Kellő indok ahhoz, hogy... van? Oké. Okay. Azt hiszem, nem tudok fast travel-elni, valami ellenség van a környéken, ilyenkor szoktam megtiltani. Nem lehetne megmondani a csajnak, hogy fogalmam sincs, hogy hol van Baxter, és nem nagyon akarok ezzel tovább foglalkozni. Evening. Hol van az az NCR-os nő egyébként? Nem láttátok valahol? Jó, mindegy, menjünk a dokihoz. Most nem tudom, hányadjára rakjon minket egybe. És hogyha ez is megtörtént, akkor beülünk a szalomba, iszogatunk. Aztán megkeresik ezt a Ringo srácot, akinek gondjai akadtak a Powder Gangerről, és hogyha ez is megtörtént, akkor talán végre egy hosszabb pihenés is néz nekünk, mert most nem tudom már mióta szedett ki minket az a váltókdoboz a sírból, és mióta rakott össze minket a doki, de azóta csak rohangálunk föl alá, mint valami mérgezett egér. Léci. Nesze. 75 kell, belefér. Igen, nincs nála Dr. Bag, meg ilyesmi, mert szívesen vásárolnék. Tökéletes, tökéletes, csak nekünk kell dolgokat. Oh, ide nekem az összeset. Steampackből azért olyan nagyon sokat nem tudok venni, de... ha valamire megéri költeni a pénzt, akkor azok a gyógyszerek és a hasonlók. A lézerpisztol eladhatom, nekem nem kell. Igazából totál jól meg vagyok nélküle. Oké. Okay. Azért nem szeretnék mindent eladni minden áron. Némi pénz, hogy pénzem, hogyha marad, az nem gond. Oké, félre kattintottam, elnézést kérek. Éhes vagyok. Igen, igen, már marog a gyomrom. Hol van az a gekkó cucc? Most meg már szomjas vagyok.
Hát, mennyi bajom van. Oké. Okay. Hol az a szalon? Viszkizni akarok. Ja, mert napszemüvegbe éjszaka közlekednie. Jaj, ne vihar lesz. Igen, erre váltunk majd, de... hát végül is már csak egy gecko van, az a Firetooth nevű, ami... mennyire van messze? Meglehetősen. Úgyhogy lehetséges, hogy hát ugye Primbe kell mennünk, ami... ami elvileg délre van Good Springs-től, tehát valahol talán ez. Úgyhogy lehet, hogy ezt későbbre fogjuk halasztani, úgyhogy... ja, a következő küldetésünk az lesz, hogy beszélünk a Ringóval a benzinkúton. De ezt már csak később, mert megfáradt utazók vagyunk, ránk fér a pihenés. Csapos, ide egy Scotchot! Léci! Csapos! Csapos! Jó, akkor csezd meg, hoztam magammal. Ha-ha! Kicseszünk vele.